Helmut egyébként vagyok, és ez csak egy nagyon gyors kis érdekesség. Assassin's Creed 4-eztem nagyban, valamelyik nap előszedtem a játékot, és úgy döntöttem, hogy miért ne játszom ki, ha már egyszer megvan. A régebben meg volt, nem játszottam ki. És hát elvittem 50%-ig a sztorit, és utána befutottam egy ilyen bugba. A következő a helyzet. Itt vagyok Nassau-ban, ahol valamiért 2 az FPS. Szóval itt vagyok Nassau-ban, és hát ugye ez már az az időszak, amikor itt vannak a britek, és elhatároztam, hogy kipakolok itt egy raktárat. És feljöttem itt egy torony tetejére, ahol leöltem kismillió brit katonát, és az egyikük fölmászott, és úgy próbált meg kinyírni. Én pedig elszedtem egy muskétát egy másiktól, és megpróbáltam azzal megölni. Csak csávokám leesett korábban, mielőtt én le tudtam volna sújtani, be tudtam volna fejezni a kilkemet Edward, és Edward így belefagyott ebbe a szituációba. Így meglehetősen röhelyesen néz ki. Assassin's Creed 4 még 3 év után is tud nekem mindenféle meglepetést okozni. Volt már pár vicces bug ebben a játékban, de nekem ez viszi a pálant. Nézzétek már meg. Áll a csóka, teljes fapofával, puska a levegőben, csoda, hogy nem fárad el a karja, és az a vicc, hogy nem tudok semmit csinálni. Fast travel, semmi nem elérhető. Nézzétek, megpróbálok viewpointra fast travelni, unavailable. Szóval, ja, Edward Kenway ide fagyott, úgyhogy ezt majd be kell töltenem, úgy tűnik. Ez csak egy kis érdekes dolog, hogy azért AC4 sem tökéletes, csak még időként mindig meg tudja mosolytatni az embert. No. Egyébként ha szeretnétek, hogy AC4-ből legyenek videót, akkor azt írjátok meg kommentben, mert gondolkoztam, hogy csinálok, csak nem tudom, hogy érdekelne ezt titeket, mert azért már erről van nem kevés magyar és külföldi végigjátszás is az interneten. Úgyhogy tényleg, hogy szeretnétek, akkor írjátok meg kommentben, és Edvárnak meg az út a szeme, úristen, na jó van. Ez volt én már a dég, ez itt már a Edvárd a szobor.